szépségetni. Kocsit között jobb vagy. Igen? Hát jobb van enged a parancsot. Ez így azért erős sztori. Közben a telefonál, azt se tudja merre megy. Legalább indexel. Nem parkoló, basszátok meg. Ilyen tökön vagyok. Semmi gond, jó. Tedd le a telefont, és akkor tudsz figyelni! Jól jöttök még. Majdnem nem adta ki, hülye gyerek. De megnéztem volna. Menj be anyádba! Ez neked is jó hülye ötleteid vannak.
Köcsög vagy. Ez mi az a dobáz meg? Csárkémény. Ez nagyon kellett feltség. Szándékosan szopatsz vagy? Direkt szivatsz vagy? Nagyon komoly. Húz vagy paraszt. Ilyenkor, barátom.
Mennään ruoan. Tämmin kun on vesittäjässä tämmissä tässä. Kör bazmak. Az a lényeg. Hát mutogathatsz nyugodtan. Te is előre néz. Tökélek tovább a holnát. Picsám most már! Gyökerek! Ki baszott fog kezdelegem lenni belőletek? Ide is néz! Haszén is átmegy! Legyetek hülyék, persze! A legsötétebb helyről. Piros a lámpa! Nem zavar!
Hey! Legyen már szed! Nézzetek már körül! Nézz körül! Jó, te vagy a harmadik! Autót nem számoltam, 4. Ring-ring! Ring-ring! Ring-ring, piros lámpa. Hegyenek meg a híret. Lapos találda. Bocsi, kukát majd öntözzétek meg, miatt kigyullad. Ja, oké. Jó, ez már tényleg parti. Versenyre készülünk, vagy mi lesz? Ez nagyon durva. Tapasztalat, egy hónapja vagyok itt, ne szórakozz. Először is tudnákodtál, szóval itt a rövőleg. Rákerülni és tekerni kell. Nem az. Akkor? Ilyen ajtórányításos sztori neked volt? Még egyszer? Ilyen ajtórányításos sztori, ilyen szokó autórányításos belső, ja. És másik autó alá belső. Másik autó alá még nem estem be, de... Szitu már volt. Mert? Nem tudom, mert nekem most volt, és így... Hát, de ez volt az első. Aha.
hogy ilyen elég érdekesen sikerült itt a Király utcába. Aha. Hogy sikerült Filipet beesni doblámpal egy kis teáróból alá. Az ugye haladt mellettem, és az árvaltó ugye kinyitott az ajtót. Ugye kicsi hely, Király igen, utca. Neki mentél, igen. Belökött. És ahogy itt csökke le, a jobb lábam az bekerült a teherautó alá, meg a bicomnak az eleje. Aha. És az volt a mártam, hogy besatúzott. Meg tudott állni, igen. És ha rávadra satúzik, az lett volna az igazi Isten királyság. És akkor tudtam volna vélemény mondani arról, hogy milyen a biztosítási nagy célja. Jó. Van, most már pont látnám is elérni. 1100-200 forint, és elég jó. Amit erre tudok mondani, ugye ajtózóna az tiltott hely. Főleg egy egysávos út, mint a Király utca. Ott értelmetlen az út szélen menni, hogy nyugodtan mehetsz a közepén, mert így se úgyse tudnak megelőzni. De még hogyha egy szélesebb helyen mész, akkor is inkább anyázzanak mögötted, mint hogy ugye egy ilyen szitu legyen. Tehát az ajtónyitásnak a helyét, azt az egy métert, azt mindenképp hagyd. Az egy métert, azt ők kihagyott, hogy... Igen, ott ez soha nem mész az út szélén, mindig szigorúan bent. Lehet, hogy mögötted egy kicsit anyázni fognak azok, akik nem értik. Hogyha oda jön melléd és elkezd anyázni, akkor mondd meg neki, hogy ajtózóna, magyarázd el neki, a 10%-a az meg fogja érteni, hogy ó, tényleg erre nem gondoltam. A 90%-a tovább fog anyázni, és nyom egy padlógázt, és elmegy, és megyik, szóval. Amúgy egyetlen egyszer estem ilyen szituból, ott két sávon repültem át, és az volt a mázlom, hogy senki nem jött mögöttem. Lenéztem talán a váltót, néztem, nem is tudom. Nézek, semmi, lenézek, és ott van előttem közvetlen az ajtó, és pont ahogy kinyitották, nem előttem volt az ajtó, hanem szó szerint belém nyitották, és tőle így kipattantam gyakorlatilag. Szerencsére a bringa is, meg én is megúsztuk, és még így az ajtó se szakadt le. Ez volt az egyetlen olyan sztori, amikor el is estem egy ajtózásnál, a többi az csak olyan volt, hogy sikerült kerülnöm, kimanővereznem. Persze, ez kibaszott nagy parra tud lenni, hogy de. Ez egy halálközel élmény, igen. Például a lábam nem tört szalnám, mert ez a tárt, ez gyakorlatilag egy halálközel élmény, tehát mondhatjuk annak, mert most éppen a lábad került a teherautó alá, de lehetett volna a fejed is adott esetben. Szóval ez... csak így három hét, egy hónap és elmúlik. Tényleg, engem majdnem elbasztak egyszer, ott én pirosoztam, elnéztem a lámpát, volt egy vasúti átjáró csepe, amin zöld volt, és előtte két méterre vagy három méterre volt az én lámpám, és én meg a köldbe szaridőbe elnéztem, és csak így lemlődbe kikanyarodtam. Egy Skoda Fabia talált oldalba, de én nagyon pici, tehát tudod, satuzott, és éppen csak gyakorlatilag kilökte alólam a bringát, és nem estem el. Ott három sáv volt, a középsőben volt a Fabia, és a belsőben megjött egy gyerges mondató. Azelőtt sikerült elugranom a járdára. Szóval az engem is úgy tényleg semmi bajom nem lett, egy pici lyuk volt a térdemen, ahogy a stúcnibe belerúgtam. Abszolút semmi, lett egy pici 8-osom hátul, de tényleg az a sok, tehát hogy ott közel voltam a halálhoz. Tehát hogyha ez a kamion egy 20 méterrel előrébb tart, akkor az ő telibe basz. Átmegy rajtam. Szóval ismerem ezt az érzést, ez egy hónapig benned lesz, aztán utána elkezd kimenni a fejedből. Legalábbis tehát benned marad ez az élmény, de nem fogja úgy meghatározni a mindennapjaidat. Hát köszönöm, azt mondanám. Hát igazán nincs mit. Ragd meg óvatosan. Ciao. Jó legyen, cső.